A Live Covid-ről beszélgetünk a következő percekben. Így van, az egészségügyi dolgozókért egy jótékonysági koncert és egy jótékonysági akció tulajdonképpen. Burány Judit, a Live Covid 2021 online segélykoncert megálmodója van itt velünk szemben. Rendhagyó a beszélgetés, mert szombaton ez a koncert megtörtént, de azért hívtunk be, és azért beszélgetünk mégis, mert a jótékonysági akciónak nincs vége, és a koncert is újra nézhető? Igen, igen, most szombaton streameltük ki élőbe az adást, ami azt jelentette, hogy vannak olyan előadók, táncosok és zenészek, akik tényleg élőbe egy az egybe az S8 Underground klubból táncolnak, illetve énekelnek, mások pedig erre az alkalomra készítettek felvételeket. Kik és voltak? Ez az adás, bocsánat, befejezve a gondolatot, ez az adás május 1-ig megtekinthető, amit május 2-án este egy tombola húzás zár az adományozók között. Na kik voltak, milyen műfajból, milyen szereplőket láthattak, illetve láthatnak a szerencsések, akik majd... A zenészek részéről elég vegyes volt szerencsére, rock metal, jazz blues, illetve Szabó Leslievel azért még a pop irány is bekacsintott, illetve táncosok részéről mondhatnám, hogy hastánc, de ez úgy nem fedné a valóságot, mert... ehhez a zenei műfajhoz alkalmazkodtunk, tehát rock, metal, jazz, blues világ zenéjére táncoltunk. Itt mellettünk egyébként már látjuk. Az ott épp én vagyok. Igen, igen, igen. Maszk nélkül is megismertünk. Arról mesél még nekünk, ugye azt mondjuk, hogy jótékonysági. Hogyan lehet most még segíteni, és mire fordítjátok? Alapvetően az egész bevételt a Kórházi Szeretett Csomag nevű Facebook csoportnak ajánljuk fel. Ők egy elképesztően hiteles és transzparens működésű civil kezdeményezés. Az a lényege, hogy országszerte előzetes egyeztetés alapján meglátogatják a kórházakat, ugye elsősorban a Covid osztályok dolgozói részére úgynevezett hálacsomagokat állítanak össze, megkérdezik, hogy mire van szükség, tartós élelmiszer, lepedő, lázmérő, vízforraló, mikró. Eddig ilyen kérések jöttek, tehát mindenkik utaljuk át a bevételt. Nem jó ezt hallani, hogy erre van szükség a kórházakban. A cél az egyértelmű, hogy szükség van rá, de mi indított személyesen is erre egy saját tapasztalat is, jól tudom. Mi igen, volt ez konkrétan? Igen, Covid-tól teljesen függetlenül egy olyan probléma halmaz alakult ki nálam, hogy egy bő hónappal ezelőtt a Honvéd Kórház sürgősségi osztályára kellett mennem, és mivel tényleg én voltam ott a legjobb állapotban, hát este 10-től reggel 7-ig tartott az ott tartózkodás, és valószínűleg csak az előszobáját láttam annak, hogy mit okoz a Covid a gyakorlatban, nem csak a Covidos betegekre nézve, hanem mindenki másra nézve. És amikor megkérdeztem ott a gyors tesztelést végző lányt, hogy bármit nem tudnék-e segíteni, két gombot megnyomni, adminisztrálni, amíg itt vagyok, hiszen itt leszek. Először nagyon megütközve nézett rám, aztán pedig majdnem elsírta magát, és ez borzasztóan zavarba ejtett. Mert nem ezt akartam, hogy most... Ez inspirálta arra, hogy érzed, vagy láttad, és érzed, igen, hogy segítsége. Igen, tényleg sokkolt. Azt mondd el még a nézőknek, hogy hol lehet, tehát hogy hol találjuk meg a koncertet, illetve hogyan segítünk tulajdonképpen. Van egy Facebook esemény, Live Covid, azon ott lehet jegyet venni, a jegy X irodán keresztül, a nézdotthon.hu-n keresztül meg lehet tekinteni a koncertet. Nézdotthon.hu. Igen. Igen, és onnantól kezdve, hogyha befejeződik elsőjén ez a megtekintési lehetőség, közvetlenül be lehet lépni ebbe a Facebook csoportba, a Kórházi Szeretett Csomag csoportjába, és továbbra is lehet segíteni, akár utalással, akár konkrétan részt venni országszerte a szállításban, a vásárlásban. Szuper, köszönjük szépen, hogy jöttél. Én is köszönöm szépen. Sok sikert az akcióhoz. Köszönjük szépen.